Sziasztok, Szabó Gergő vagyok. ez pedig itt a karanténvlog, Szalai Szilárddal, Dezse Balázsdal. Hello, hello! Sziasztok! Igen. Kicsit <laughs> zavarban vagyok. Mert... már. Hát, hát, múlt héten nem volt ez a kiváló műsor. Igen, és szeltem, majdnem mindenki tényleg. jelezte is számunkra, úgyhogy most nagyon keményen belecsapunk, mert hogy akartam megint csak beszélni valami a semleges témáról, de szerencsére, ma, mert ugye ezt uh, szerdai napon vesszük föl, a helyet most éppen kedden, uh, és uh, Magyar Péternek... Ne zavarj, most már nem tudom. Már, már én sem tudom, milyen nap van. Igen. A holnapi hírekről is beszélünk? Igen, megpróbáljuk előre kitalálni, Jó. hogy mi fog történni, de sajnos történt, megint egy hangfelvétel is. Kicsit kezdeném unni, de azért nem tudom megtenni, mert hogy mindig kijön valami újdonság. És uh, Péter barátunk hm. most a költségekről beszélt, és nyilvánvalóan a szektát ez nem fogja érdekelni, de az, hogy mondjuk négyszeres pénzér volt csak a hősök terei izé, vagy izék, vagy nem is tudom, hogy hogy mondta, ez egy kicsit azért, kicsit azért durva, nem? Tehát, hogy hogy akarunk így most rendszer, kormányt, mindent váltani? Hát bocs, mondod? vagy Mondját. Mondhatom? Mondját. Közösen hát a, találtuk ki. A, az izgi az az dolog az ugye ott volt, hogy <coughs> bocsánat, megjegyek fel, beteg volt a gyerek, hogy amikor a Péter, és akkor nevezzük így, hogy Péter színre lépett, akkor ugye sokszor csodálkoztunk rajta, azt hiszem, talán március 15-ei volt az első ilyen nagy, nagy biznisz neki, amikor hirtelen a semmiből nyiratkozott a partizánnak, és akkor kettőt pislogott az átlag magyar polgár, és akkor két pislogás után ott volt Magyar Péter március 15-én a színpadon. 17 millió ember előtt. 100 ezer millió ember előtt egy hatalmas, nagy színpadon, hangtechnikával, fénytechnikával, biztonsági őrökkel, mindenki ott volt, akinek ott kellett lennie. Olyan volt, mint a sziget nagy színpad. És akkor az átlag magyar polgár lehet, hogy, hogy úgy gondolta, hogy Magyar Péter szimpatikus, akkor nem gondolkozott el azon, hogy de vajon hogyan és miből? Hogy nem csak a pénz szerintem itt, ami fontos, hanem az idő is. Hogy nyilván Magyar Péter nem kettő hét alatt hozta össze a, az ő kis akcióját, meg az ő kis mozgalmát, mert úgy tűhet, hogy voltak régen, tudom, emlékszem, a 2000-es évek közepén nagyon menők voltak ezek a startup bizniszek, amikor a fiatal tehetségek a semmiből csináltak, leprogramoztak maguknak egy céget, és akkor milliárdosok lettek belőle a, a szilícium völgyben pikpak, és akkor egy csomóan gondolom, milyen csoda gyereknek tartották Magyar Pétert, hogy úristen, hát ez egy startup, ez egy startup párt. Ez, egy, ez de, de ilyen, de volt, nem? nem? Tehát, mint, mint, annak idején, ahogy elindult a... magyar a, Elon Musk. A magyar Elon Musk, mint a, mint, a, mint a, sök, hát nem Elon Musk, hanem Jack Dorsey. Ugye, ugye a, a Jack Dorsey féle <laughs> Twitter, ugye annak idején, hogy a Jack Dorsey a semmiből pikpak összerántotta a Silicon a, a, magának a Twittert, és leprogramozta ő maga, és akkor ebből lett valami. És akkor ezt megpróbálta a Magyar Péterrel eladni úgy, hogy ő, ő tulajdonképpen csak nyilatkozott a Partizánba, és akkor ő utána megszervezte magának ezt az egész bulit. És akkor azért, nek, így nem volt annyira ilyen ködös, olyan mint a szerelem, amikor ilyen rózsaszín köd van, hogy mindent elhiszel a másiknak, amit mond. Még akkor is, hogyha látod, hogy éppen megcsal a lépcsőfordulóban, és azt mondja, hogy ez nem így van, mert rosszul látod, akkor is elhiszed neki, mert annyira szerelmes vagy. Ja, mert hogy mondja, hogy. hogy teljesen ég, az a másik hallom, de nem azt mondja, hogy nem így van, hanem pofánver, hogy mit hazud az előző És így hogy, hogy megcsókolják. Kvázi ez. De olyan büdös vagy, de téged jobban szeretem. És akkor és is. Elhitték, is elhitt, szeretlek, elhitték, elhitték neki az emberek, hogy ő két hét alatt összehozta ezt a március 15-i nagy tüntetést, ahova nem azért mentek el az emberek, mert ő megszervezte, hanem hanem mert hát az el, el, akart oda menni. A csakra mert, is volt. mert, tudod, így egyszerre dobbantak, a, csakra egyszerre dobbantak a, a kormányváltó magyar szívek, és mindenki Na, ott akart És akkor, és akkor tudod, az ember így már így gyanakodott, hogy de hát hogy hozta ezt össze két hét alatt? Honnan volt erre pénze? És akkor elgondolkodunk azon, és hat hozzak ide egy nem akarok nagyon hosszan beszélni arra, hogy Szilárd, csak hadd hozzak ide egy ilyen példát, a, egy kedvenc filmemből a függetlenség napjából, amikor ugye a földön kívüliek lerombolták már Washingtont, meg New Yorkot, meg mindent, és akkor utána végül az elnököt elmenekítették a, a sivatag alá. a házába. házába. <laughs> és akkor ott van az elnök, és akkor kérdezi az elnök, hogy ő maga sem tudott a földön kívüliek létezéséről, és hogy de hát mivől volt pénzük erre, és akkor mondja neki a, a csávó, aki ott van, hogy Elnök úr, maga tényleg évekig elhitte, hogy 30 ezer dollárba került egy WC-deszka. Nyilván valahonnan megvolt rá a pénz, és akkor a, a magyar Péter szimpatizánsainak nyugodtan üzenjünk, hogy nyilván megvolt már rá a pénz, 30 ezer dollárba került egy WC-deszka és neki meg volt. Úgyhogy nyilván mindez, hogy most ők, ők mennyit költöttek erre Mikro a hősök terei, Hősök tényleg, tehát honnan volt erre pénze? Ő állítólag egy tök független ember, aki semmi senki nem a zsebében? Borzaszta. Tur Pedig az, akar... az ő feladata ott a plenáris ülésen, hogy a zsebében Amúgy igen, de, szóval. De hogy tényleg most tényleg Na, igazán nem, tényleg bárki elhitte, és igazából ez a, ez a, erre akartam kitenni, hogy bárki elhitte egyébként Magyar Péternek, hogy, hogy ő a saját zsebéből alulról építkező, független, ellenzéki politikusként százmilliókért tudott csinálni magának, ne viccelj Szerinted érdekel ez a szektából bármi? Őszintén kit érdekel, hogy érdekel Tehát, előbb-utóbb ki fog Micsoda bukni. A fordulat. De tényleg, előbb-utóbb rá fognak jönni ezek az emberek, és hogyha most csinálnak... akkor ők jobban fogják gyűrölni, mint azok, akik most azt mondják, hogy jaj, ezt nem, ezt nem. ez, ez... Magukat, magukat világlátott nyelveket beszélő polgárokról van szó, és magyar Péter szurkolói táborából egyébként nem olyan emberek vannak, akik ők mind, mind, mind úgy úgy gondolják, vagy, vagy úgy, úgy nyilatkoznak magukról, mint tapasztalt, független, politikailag nagyon képbelevő, az Orbán kormányjal nagyon kritikus, nyilván ez megalapozott emberek, akik nyelveket beszélnek, olvassák a sajtót, le, le tudják szűrni a megfelelő őket következtetéseket világpolitikailag, akkor viszont szűrjétek már le... képesek a fogmosásra. De, de tényleg, de hogyha, hogyha ennyire, ennyire jól, jól értesült vagy azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor lop, és ilyen jól értesült vagy azzal kapcsolatban, hogy mennyire független ember Magyar Péter, és egyébként semmi köze nincsen Manfred Weberhez, meg, meg egyébként ehhez az egész ilyen balos, brüsszeli a szektához, akkor, akkor az érdemes lenne elgondolni, hogy tényleg jól gondolod, egyébként, ha te nyelveket beszélsz és világot láttál, akkor, akkor és ez most ennyibe került, amennyibe került, hm, kössük már össze a pontokat. Tudod, Dumb és egyébként a, a, a dámnak is sikerült összekötni. Ilyen filmes este lesz. Ilyen filmes este lesz, amikor a, a Dumb és Dumber, Dambés -Dumber de első de... részének a legelején ugye az volt, hogy akkor még limuzin sofőr volt a, a Dumb, és akkor így mentek a kocsival, és akkor megkérdezte a csajtól, hogy azért megy a repülőtérre, mert utazik valahova, és akkor a csaj visszakérdezett, hogy ezt miből gondolja? Hát, láttam a repjéjét, meg a bőröndöket, meg a reptérre megy, és valahogy összekötöttem a pontokat. Na, hát akkor ezt javaslom Magyar Péter követőinek. De mi is összekötöttük a pontokat két héttel ezelőtt, amikor még itt ültünk ugyanebbe a stúdióba, mert hogyha már arról beszéltünk, hogy a holnapi híreket is kitárgyaljuk, akkor két héttel ezelőtt egyébként pont erről beszéltünk, ha visszaemlékeztek. Mert ugye ott még egy másik hangfelvételről volt szó. <kül> ott még a Hanzeles fogelevelines beszélgetésről beszélgettünk, ahol kiderült az, hogy a, ugye a Hanzel mondta, hogy ő a pénzember, ő mindennek tudja, minden pénznek tudja az útját, és hogy ebből, hogy ő minden pénznek tudja az útját, azt is tudja, hogy nincsen pénz. És hogy akkor mégis hogyan jöttek ki ezek a, hogyan jött ki a matek ezeknél a rendezvényeknél. És most ez a hangfelvétel egyébként pont ezt a, ezt a kérdést tárgyalja ki, szóval ez egy ilyen, nagyon szerencsés egybeesés, hogy, hogy választ kapunk a kérdéseinkre, amit most már így két hete feszítenek minket, és két hete gondolkozunk rajta. De a válasz egyelőről se hogy, egy sehogy, nem? Hát, és erre magunktól is eljutottunk erre a következtetésre. Tehát Mi? erre nem kellett volna feltétlenül hangfelvétel hangfelvételt szivárogtatni, de hogy tényleg, akkor ezek szerint az a feltételezésünk, ami azon alapult, hogy ezt a pénzt nem szedhették össze az helyes volt, és az, hogy nincsen pénz a pártba, És vala, valahol úgy mondta, hogy kérdezed. De mert... ezt, ezt nem kérdezem, hát ezt, ezt ők elmondták a hangfelvételen. Na jó, de attól de még paradnak, elmond, hát Jó, próbálkozni lehet, de hát Hansel Henrik maga a pénzügyes. Mondta, hogy nincsen pénz. Most erre rákontrázott Magyar Péter, aki szintén elmondta, bocsánat, Radai Márk, aki szintén elmondta, hogy nincsen pénz. De ha mindenki Tehát mindenki. Ha helyesen áll... fogalmazom eltöröm az újadat. <laughs> el, ha el, már is, radna már <laughs> Tehát, hogy ha mindenki elmondja, hogy nincsen pénz, akkor hogy lesz a nap végén pénz a kasszába, amiből lehet utána rendezvényeket csinálni? <laughs> Hallod, bárcsak, így működne a családi költségvetésünk, hogy mondom reggel a, otthon a Dórinak, hogy figyelj, most erre, erre nincs pénz, és estére lesz. És hogyan. Hirtelen varázsolodzik. Tudod mit? tök mindegy. <laughs> <laughs> Igen, és ők is valószínűleg így gondolkodik, hogy, hogy tök vele, mindegy. Nem? Tök mindegy, legyen. De lá. utána nyilván vannak kötelességeid, hogyha valahonnan kapsz valamilyen lóvét, akkor általában szoktak annyit mondani, hogy barátom rendben van, nagyon szeretlek. Itt van egy kis pénz, de. És Arra és, akarsz és utalni, és itt hogy a nincs de... nem pénz. És te is leszoktad vágni a szomszédnak Van, a hüvét utána. De már nem a bibliai korokban élünk, amikor ugyancsak nehéz volt megdolgozni a pénzért, és akkor súlyosabb uh -huh. következményei voltak az esküszegésnek. Meg arra is akarsz utalni szerintem, hogy amikor nem? az Európai Parlamentben, Strasbourgban Orbán Viktorral szemben az Európai Unió fontos vezető emberei olyan dolgokat mondanak rólad, ami dicsérnek, azt mondják rólad, hogy, hogy te leszel a következő miniszterelnöke Magyarországnak, meg ilyenek, akkor lehet, hogy az sincs ingyen. Nem, gondolnám ezt. Tehát ez egy nagyon súlyos hmm. vád, és nyilvánvalóan a, a politikában... Inszinuáció, hogyha... Inszinuáció. köszönjük ha, szépen, Gar. Megidézem Soproni Tamás szellemét a stúdióban is. A varázs van adta. E, Ezt az inszinuációt én nem tudom elviselni, amit... Ha csak az itt Balázsra oktrojálsz. És én oktrojálok. Én csak próbálok így valami kiutat találni ebből a nehéz Minden ezetből, a mert hogy az utolsó évszázadokat nézzük, csak néhány évszázadot nyilvánvalóan a, a zsebmesiásnak egyből át kell lépni ezeken az évszázadokon, mert ami történt, az történt, ilyenek az Minden emberek. A nem kell semmit, tehát hogy itt most új dolgok vannak, de ha csak az utolsó néhány évszázadot nézzük, és a kérdésedre válaszolva, akkor általában, ha valami történt a politikában, annak volt valamilyen ellenértéke. Mi? Természetesen ezzel Na, lehet, jó, hogy 2024-ben a kamu csoda szarvas tekintetében ez már megváltozik, Na, de eddig azért mégis. Hogyha ezt nézzük, akkor pont arra kéne figyelnünk, hogy le van az a néhány évszázad, vagy évezred akár politika, emberek. Most! Most minden megváltozott. És most uh -huh. pont ő az, aki ezt meg is tudja. Én értem, értem hogy, hogy mire akarsz. Kiutálni? Ugye, hogy Aha. végre történt igen, valami. Igen. Szerintem és nem egy ajánlott fajta a a koronáért cserébe? Mm, korona az kevés. Korona az kevés? Mm, Jó. Szóval? Nem, semmi. Várjuk így a Balást, hogy hát De a... miért engem? Nem, én... Te hát én... készülj el valamit mondani, csak... Nem, én annyit mondom, hogy értem, hogy a Gergő mire akar kiukadni, abszolút... Hát ez teljes mértékig így van, de, de ettől függetlenül, hogyha ők csinálják, az ugye a, a jó, tehát az, az, ugye a jogállami... Uh, a jogállam. Igen, a jogállami uh, ügymenetnek a része. Tehát, hogyha ha megfelelő helyre árusított ki a hazát, akkor az működőképes, és az teljesen jogállami, mű, uh, rendben van, nem ütközik semmilyen magyar vagy európai jogszabályba. Ha viszont szuverenista politikát képviselsz, akkor az egy mocskos uh, most fasizmus, vagy nácizmus, hát, vagy mind a kettő egyszerre, ugye az mindig ilyen... ilyen hát szabadon, meg ugyanaz is a kettő. Mindig szabadon kezelik az, az ilyen liberális, jól értesült történelemből természetesen jól képzett szakemberek, akik... Az, ide, az, ide, az, az, az igazi hazaárulása a nem árul... Az, az, az igazi hazaárulása az, hogyha nem árulod el a hazádat? Vagy hogy van ez? Nem, az a... Igen, pontosan. <gül> bocsánat. <gül> nem, a, a, a fordítva próbáltam érteni. Azért szeretem, de, de hogy a Sziráld ennyire nagy rálátással bír a világ eseményére, mert merítkezik egyébként azokból a példákból, amiket a mai merítkezik. napig is... Merítkezik. Hát igen. Azokból a példákból, amiket látunk. Ugye a mai nap, például van a jó migráns, meg a rossz migráns. Ugye például tudjuk azt, hogy amikor Németország lezárja a határait, vagy valamelyik balti állam, úgy dönt, hogy, vagy azt mondja, ugye, mert már tele van a, már bocsánat, de tele van a tökük a migránsokkal, és azt mondják, hogy hú, most már lehet, hogy nem kéne elég bevándorlót befogadni, mit csináljunk? Hát mondjuk azt, hogy az oroszok küldik őket. Ennek is olyan, a szóján le, tudjuk, a... ezt? le tudjuk zárni a határokat, hiszen Putyin küldi a migránsokat, ezért a határzár jogos. Viszont nem a lehet, szemét Magyarország esetében, ugye, a Magyarország, Magyarország szemét, mert a Torbán Viktor a miniszterelnök, Magyarország szemét oda Délről nem a Putyin küldi a migránsokat, úgyhogy azok jó migránsok. Hát a Puty amik meg... Putyin Abdul jó, Orbán Abdul pontos, Pontos, Köszönöm. Ennyi. Szép lefordítás volt. De egyébként, ha belegondolunk, végül is, ha időrendben nézzük, akkor is lehet találni összefüggést. 2014. Elindult valami. 2015. Jöttek a migránsok. 2016. Orbán Viktor ellene próbált menni és 2018-on megnyerte a választást. Nem nincs Nem, nincs összefüggés nem, nem látom. De nem menjünk bocsánat. ennyire, bocsánat, nem menjünk ennyire messzire. Itt valójában uh, sokkal komplexebb mutatókat kell figyelembe venni, amelyeket, ó, komplex, ez össze, amely, amelyeket ezek az elemzések. Szóval nem a mediának. Sőt, sőt, torzítóan mutatnak be, amiket te most felvetni. Esetleg nem lehet, És szerintem, hogyha nem, nem akarunk ennyire visszamenni az időben, csak megnézzük a 2024-es amerikai választásokat, akkor ott sem azt látjuk, hogy az amerikai emberek mondjuk úgy gondolták, hogy nem, hanem ja, illegális nem. migráció, Fentani a krízis, rossz, akkor Trumpra szavazunk, vagy inkább jöjjön be mindez, és akkor a demokraták biztos, hogy nincs köze egyébként vagy a választói buti, akaratnak le. amúgy. Tönkretettük a... a gazdaságot, a ukrajának adtuk a pénzt, és ezért lakhatási egenben... válság van az országban. Mi? Jaj, nem, az nem lehet az észre élő emberek nyilvánvalóan a demokratákra szavaznak. Én inkább azt mondom, hogy drágán akarok élni. Nem akarom, hogy a családomnak legyen hova lehajtani a fejét éjszakánként, de legyen jó a migránsoknak. Igen, és lássam az égen a szabadságnak a, a, a csillagot. Meg a Batman jelet. Azt már oda rajzoljuk. Az, elemsz, az ki jelet. Ja, de apropós... a jelet, nagy a nagyható távolságú ballisztikus rakétákkal a az orásik, a. Ja, a a, magyaró. Magyaró, a magyaró. Ja, egyébként ez nagyon csúnya dolog, mert a mihályló Podolák, aki egyébként mennyire jó, hogy az oroszoknak a hát nem mondok csúnya szavakat, inkább mondjuk úgy, hogy rendkívül lojális volt az oroszokhoz, majd úgy érezte, hogy váltani kell, és utána hirtelen ukránbarát lett ukránként. Ez most um, a Zelenszkij vagy a Podoljákról beszélsz? Podolják, Podolják. Hát, a, csak, a, mondjuk, a... Az, az életrajz az hasonló. Hát tehát... igen, igen, de a Podolják mester az most <coughs> kimondta azt, hogy az orresnyik, az nem létezik. Igaz, kilőtték, meg porrá zúzták a, az üzemet Dnepropetrovszkba, de nem létezik. Hát most már nem is. Miután, de ő a rakétára mondta, és miután a rakéta nem létezik, nem lehet, hogy még egy van belőle. Na majd, amikor kapnak még egyet, akkor érdekes lesz, hogy mit fognak mondani a fiúk. Igen, a japánok is ezt mondták 45-ben. Nem, és... az atombomba nem létezik. Az atombomba nem bánthat téged. Az atombomba Hiroshima és Nagasaki-ban, nem Develő célzattal van, és jó. Egyébként Igen. voltak súlyos gondok, de nem hasonlítanám össze azt a japán vezetést a mostani ukrán vezetéssel, még, még így sem. Na, és, úgy, és, nem, és ezért nagyon-nagyon durva ez a dolog, hogy hogy képesek tényleg feláldozni a, a saját nemzetüket most már az utolsó utáni pillanatban is, és inkább azt mondják, hogy gyerekek, megszűnt néhány négyzetkilométer, de ez tulajdonképpen nem is történt meg. <kül> és most. utána... És, és, és bocsánat csak annyi, hogy, hogy itt van a, az orosz offenzíva, és hogyha tényleg arról beszélünk, hogy hogyan kéne ezt megállítani, vagy, vagy mit kéne csinálni. Hát valószínűleg nem az a, a legjobb megoldás, hogy tagadjuk a valóságot. Már pedig most ez történik, és a, az orosz ukrán fronton legalább három-négy helyen totális orosz áttörés van a fronton. És erről valahogy nem akarnak beszélni, vagy azt mondják, hogy jó van majd, jó lesz, és. Hát mit is kéne csinálni? Hát lehet, hogy emelni kéne a tétet. De hova emeljük még a tétet? Oda, hogy, hogy, hogy megszüntetjük a, a, földet, mint hát, az működő a, bolygót? a csinál, csak, csak a tétemelésről azért beszéljünk, mert egy, ugye egy csomó ilyen nyugati nagyon nagy megmondó ember, meg ilyen Daniel Freundok, -ok, meg ilyes mindenki azt mondja, hogy ha a magyarok ennyire, ennyire... Megmondó emberek uh... <suk> és Daniel Freund. <suk> <suk> igen, nyilván. <Igen. igen. suk> Hogyha a magyarok ennyire ö, úgy Ilyen. gondolják, hogy akkor, akkor ezt kéne csinálni, meg hogy az ukránokra le kéne mondani, ugye meg vagyunk gyanúsítva egy csomószor azzal, hogy mi azt akarjuk, hogy az ukránok lemondjanak a területeikről. És hogy mindenki úgy próbálja beállítani ezt a szorít, hogy a magyaroknak fogalmuk sincsen, és akkor lemodellezik egyébként balos, magyar származás nem mondom azt, hogy magyar, de magyar származású újságírók például, uh, magyar állampolgár újságírók lemodellezik azt, hogy hogy néz ki, hogyha Magyarország területéből elvennének hát mi két Mi ezt elég jól tudjuk. Mi ezt nagyon jól tudjuk, ugye emlékszünk rá Trianon, bocsánat, az országunk 70%-át elvették, túléltük, 70. szar volt, túléltük, és uh, szerintem tudjuk, miről beszélünk. Tehát, hogy, hogy azt, hogy nem kell most lemodellezni, hogy mi lenne hát az. De ez a logikával elindulhatunk holnap, és visszafoglalhatjuk a területeinket, nem? Mert hogy nincs ilyen, hogy, hogy hát ja, elvették tőlünk, olyan nincs, egy nemzetközi jog. Bocsánat, tőlünk, hogy vették el? Mindig ezt szoktam mondani, hogy, hogyha, hogy, ha, erről van szó, persze, Ukrajna, lehet erről beszélni, pro és kontra. Hogyha valaki azt mondja, hogy hogy nem lehet elfogadni az igazságtalanságot. Na erről mi magyarok Pontosan. tudunk beszélni, és hogy legyen legyen, És zárójában tegyük, egy mind a kettő igazságtalan. Ukrajnának lemondani a területeiről igazságtalan, és, és nem gondolom azt, hogy Ukrajnának le kellene mondani a területeiről, mert az hozzájuk tartozik. Nekünk se kellett volna. Akkor viszont legyenek egyenlőek a tárgyalási alapok. Tehát akkor viszont beszéljünk arról, akkor ne kelljen lemondani az ukránoknak semmilyen területről. Vagy nézzük a háborús realitást, vagy nem? Nézzük, vagy nézzük. Ahogy el. megtörtént ez Jó, már korábban. Vagy, vagy em, em, nekünk em. se kelljen, akkor viszont tárgyaljuk újra a trianant. Ennyi. Tehát ez pontosan így van egyébként, és amellett, hogy, hogy igazságtalan lenne Ukrajnától elszakítani azokat a területeket, amelyeken ugye az orosz hajkú többség nyilvánvaló volt a háború elején, azért mennyivel másabb alaphelyzetet teremt az, hogy, hogy, mondjuk egy testvérnéppel szemben vannak mondjuk nyelvtörvények, mint az, hogy egy mondjuk egy, egy, egy szlovák vagy egy csehszlovákia vezet be nyelvtörvényeket ugye a magyar kisebbséggel szemben. Tehát, hogy mennyi, mennyivel ö, sérülnek a, a kisebbségi jogok nyilván sehol se sérüljenek. A kisebbségi jogok. Így van. Nyilván. Ne sérüljen az ukrán kisebbségi jog, se nyilván. És azokat mindenkinek azokat legyen meg a területi azokat, integritása. Amelyiket, azokat, amelyeket a nemzetközi jog előír, hogy ukrán területként kell számon tartani, az legyen ukrán terület. Ez lenne a És a milyen kis. Ez lenne a legidálisabb. Ez a revanchizmus meg nyilván nálunk sajnos nem állhat úgy fent, mint ahogyan az ukránok esetében, mert hát ugye ez a geopolitikai realitás. Csak egy nagyon érdekes párhuzam a, mai, a mostani történeteknek tényleg az, hogy, hogy ugye a magyar trianoni szerződésről pontosan ugyanazok az országok döntöttek, pontosan ennek a a megcsonkításnak a mentén, akik most uh, a Ukrajnának a területi integritását a legelkötelezettebben, katonailag, gazdaságilag, és Ezt próbáltam mondani, hogy gazdaságilag, de a mi gazdaságunkkal védik. És és ez, ez, a, ez a nagyon uh, meghatározhatatlan, vagy megfoghatatlan, vagy vagy érthetetlen része a történetnek, hogy miért részben a mi gazdaságunkkal uh, kell azt, a, azt az integritást védeni, ami egyébként nyilvánvalóan járna Ukrajnának, és alapvetően uh, Putyin agressziójának egy... Uh, hát, uh, uh, Putyin agressziójának a megállítására két opció van. Vagy felvonul a teljes NATO haderő, és akkor egy, egy rendes háborúban uh, véget vet ennek. Erre sajnos a demokrata kormányzatnak az utolsó két hónapja az próbál uh, kázuszbellit adni. A B opció az, hogy hogy tűzszertet kell kötni a mostani határok mentén, és bármilyen rossz ezt kimondani, de a kisebbik rosszat kell választani ebben az esetben is. És egyébként pont azért mondtam a háborús realitást, és beszélhetünk itt sokat erről, meg kinek, meg minek az igazságáról, de azok az emberek, akik most például Magyarországon fölveszik a, az ukrán zászót, azt mondom, hogy oké, okay, értem, hogy arról beszélnek, hogy van egy ország agressziója egy másik ellen, de könyörgöm, akkor menjünk vissza, és tényleg nézzük meg azokat az állapotokat, amiket trianon okozott. Amikor tényleg olyan magyar lakta, száz százalékban, akár száz százalékban magyar lakta területek kerültek, külföldi, egészen más országnak az irányítása alá, ami teljesen igazságtalan volt, akkor, akkor tényleg visszamehetünk az utolsó, Pillanatig, amikor az ősember éppen beszélni kezdett, hogy kinek mikor volt igaza. És lehet, hogy ez pragmatizmus, lehet, hogy, hogy sokaknak nem tetszik, de azok az emberek Magyarországon, akik most felemelik a hangjukat rendben van, én megértem, de emeljék fel a hangukat, akkor mondjuk Székelyföldért, van? Van. Kárpátaljáért, Felvidékért, Délvidékért, hmm. sőt, még Burgenlandért. Eben és ezt lehet ezt fiazokálni, lehet, ezt lehet, ezt ezt nyilván sokféle igazság van, de, de vagy, vagy sok mindenkinek lehet, akár történelmi, akár bármilyen szempontból nagyon sok mindenkinek lehet igaza, de igazság, az meg csak egy van. Igaza, sok mindenkinek lehet igazság, viszont egy van. Igen, és amellett meg hozzá tehetjük, hogy, hogyha tudjuk, hogy mi a valódi igazság, és akkor lehet tényleg szép dolgokat mondani, az igazságot nagyon sokszor, sőt, igazából a nagyon sokszor ki is x a győztesek írják. És mi ezt nagyon-nagyon jól tudjuk, és senkinek nem kívánunk rosszat. A mi is a igazsága lett. Igen, és, és ezért ez mondom, sok mindenkinek ez... lehet igaza, de igazság egy. univerzális, csak egy van. Igen, ha a igazság, a valódi igazság működne a világon, akkor egészen máshogy történnének a dolgok, és pont ezért nekünk aztán főleg nagyon nehéz igazságot tenni, bármekkor a szakértők vagyunk. Ugye Hát most mi már nem, de Ugye valaki igen. <laughs> igen, igen, és innentől kezdve megint mehetünk a másik irányba, és bár szeretnénk még néhány témáról beszélni, de túlfutattunk az időn, úgyhogy... Hagyjunk valamit jövő hétre is, nem? Bár, hagyjunk jövő hétre is, mert alig történik valami a világban, úgyhogy nyilván nem lesznek új történések. Köszönöm, srácok, jövő héten pedig ismét találkozunk a karantén beszélgetésben. úgyhogy sziasztok jövő héten!